Szevasztok gyerekek! Az elkövetkezendő percekben, amiket látni fogtok, azok egy kicsit régi felvételek, de már nagyon-nagyon-nagyon sokan kértétek, hogy mi lenne Patrik, hogyha lenne következő felújítós rész. Megmondom őszintén, hogy vettem fel részeket, amikor újítottunk fel, de nem sok mindent, mert sok volt a meló. De amit felvettem, azt így most összevagdostam, és akkor nézzétek meg. Teljes mértékben még nincsen kész a szoba, de amit látjátok, már elég sok bútor van, új gépasztal még nincsen, úgyhogy az a tervem, hogyha teljes mértékben kész lesz a szoba, ami valószínűleg már ebben a hónapban kész lesz, igen, november van, akkor ebben a hónapban kész lesz, akkor csinálok egy room tour-t. Szóval, ja. Na, úgyhogy nézzétek meg nyugodtan most ezeket a képsorokat, és akkor ennyi meg egy bambi. Na gyerekek, amint látjátok, itt nagyon gyönyörű, szépen ide tettem ilyen, mit tudom, ilyen takarógenyót, hogy ne legyen vele semmiféle probléma. Elkezdtem megcsinálni, hát fehér színűre szépen a radiátort, mert ugye alapból ilyen eléggé sárgás színe van. Ott van a teteje, a tetejét is majd le fogom fújni, itt meg közben nézem, hogy mit ad a kép GoPron. Na szóval, hogyha közelebbről megnézzük, látjuk, hogy azért nem tökéletesen fehér, sőt, de ehhez képest sokkal szebb színe van. Egyébként amúgy meg, itt van az egyik fal, amit látjátok, itt már nagyjából készen van, csak, ami a legnagyobb probléma, az itt ez, a logónak a izéje volt. Ez most itt szépen, hát nem szépen, de le lett csiszolva, és akkor ide még jön majd egy ilyen nagy festés erre a részre, és akkor teljes mértékben ez a fa lesz készen lesz, és akkor jöhet a mai napon a másik falnak a festése is. Na most itt látjátok, van itt egy ilyen izé, remélem jól látszik, egy ilyen kis fehér csík, amin látszik, hogy azért vannak ilyen kis lófasságok, de egyébként messziről ez nem nagyon látszik. Na most, mit is fogunk most csinálni? Tovább fogjuk itt ragasztani, ugyanis itt is ugye más szín lesz, és akkor szépen látszódni fog itt is ez a csík. Ehhez szükségünk van egy ilyen tapétaragasztóra, nem is tudom pontosan, hogy ennek mi a neve, és akkor itt kell okoskodni, először is én ezt itt elvágom veszettül, mit tudom én, legyen itt, jaj, azaz, összeizélódott. Ja, Istenem, mindegy, ekkora is elég, csak hogy legyen meg a... Hogy is? Várjál, mert itt egy kicsit át kéne, hogy lógjunk. Na jó van, hát ez gyönyörű. Igen. Oké. Nézzük ott is. Pont jó. Szupcsi-mupcsi. Ugye? Nem. Attól függetlenül, hogy ez itt bénának látszik, attól függetlenül ez itt jó lesz, megteszi azt a hatást, hogyha húzzuk le, akkor nem megy be alá, remélhetőleg. Amit még itt meg kell csinálni, most kicsit besötétedett. Hát igen, ez lesz itt egy kicsit cumos, de igazából, hogyha jól megcsinálom, akkor ezzel sem lesz probléma. Ugyanígy lefele is meg kell csinálnom, hogy szépen ne lógjon bele. Ez a fal lefestve, gyertek a fejre. Amint látjátok, ez sokkal világosabb, mint ez a szín. Jó, kicsit itt sötét van, de látszik szerintem a különbség. Ugye itt még csúnya, mert ezt még majd le kell tépnem innen, és akkor majd látszik az átmenet. De elég szép színe van egyébként. Már az a függöny karnis genyó is le van festve, arról is majd le kell szedni a... Ott még végig, amint látjátok, le van így ragasztózva, azokat majd letépkedtem, és szépen mindenhol látszik az átmenet. Vagy milyen átmenet, lófaszt, hanem majd a széle. És nem látszik úgy, hogy mintha bele lenne festve. Na itt, amint látjátok gyerekek, itt már elkezdtük letenni a padlót, vagy izét, kinek mi. Az a lényege, hogy ugye látjátok, alul van egy csúnya, ilyen piros valami szőnyeg réteg, ami eléggé gáz, és kurvára nem akart feljönni a helyéről, nagyon stabilan áll, mint hogyha beton lenne, úgyhogy azt inkább ott hagytuk, rámegy egy kis habszivacs réteg, és úgy megy rá a padló. Én meg veszettű porszívoztam, hogy ne menjen semmi szarság alá. Az a helyzet, hogy
Ja, Istenem, amit látjátok, ez már itt a padló, és készen áll arra, hogy letegyük a szegény léceket. Azokat még le kell majd ide tenni, ugye? És akkor az azt jelenti, hogy teljes mértékben kész lesz. Falak, mindegyik le van festve, még ez is itt, nem tudom, hogy ezt miért mutatom, ez is fent a lámpa. Oké. Okay. Ajtó. Védő, léckenyó, vagy mi a szar, ilyen kell. Új villanykapcsoló. És még korán sem vagyunk kész, de jelenleg igen. Úgyhogy, ja, aztán majd hamarosan jönnek a bútorok, sötöbö, úgyhogy még lesz vele meló. Szerintem hülyének néznek, hogy én az erkélyen kifele beszélek a kezembe. Mindegy. Na gyerekek, köszönöm szépen nektek a figyelmet. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Hamarosan room tour. Na pisztácia, sziasztok! Na szevasztok gyerekek, megyek fel Budapestre. Először is Istivel fogok találkozni, aztán pedig megyünk videósokkal gokartozni. Ami mindig gokár, de mindig gokartot mondok. Úgyhogy come on bitches, Levis, that is, menjünk! Szevasz! Szevasz, varázsló!